Az Óbecsei Népkönyvtár felújítása a pince alatt talált alagút miatt állt le. Az átépítés 4 éve alatt felújították a földszintet és a tetőteret, már csak a pince maradt. Mire megkaptuk a Műemlékvédő Intézettől a szanálásnak a módját, addigra az idő elhaladt, és 2008-ban nem tudtuk befejezni, 2009-től pedig a gazdasági krízis miatt sajnos még mindig nincs befejezve, per pillanata a pincékbe körülbelül 1 méter víz áll. A tervek szerint, amint visszahúzódik a víz és kiszárítják a helységet, a fiatalok számára is vonzó internetes kávézót alakítanak ki. Addig pedig a költségvetésből kapott 16,5 millió dinárból, valamint a nemzetközi pályázatokon nyert pénzekből gazdálkodnak. Kulturális örökségvédelmi útnak a kiépítése, Domaszéken a Vasútmúzeum fog elkészülni ezekből az eszközökből, Mórahalmon a közgazdasági középiskola, Temerinben egy tájházat, a Zobecsei vonatkozásban pedig a Zobecsei könyvtárnak a Péter Révei fiókönyvtára fog felújulni. Ezzel az egész község területén létrejön egy korszerű és jól kiépített intézményrendszer.